Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a figyelmet, és igyekszem az okos városról úgy beszélni, hogy ez ne unalmas legyen. Mindenek előtt hadd kérdezem meg, hogy hányan vannak itt Veszprémből a közönségben, vagy Veszprém környékéről? Ó, nagyon örülök, szuper. A közönségnek a kétharmada körülbelül, tehát akkor nem hiába mondom, mert látom, hogy nagyon sokan így Yangierrel együtt elhúztak a teremből, és nem tudtam, hogy itt most a szakmai közönségnek fogok beszélni, vagy a, vagy a város közösségének. Én is a Kortás építészeti központ egyik alapítója vagyok, de néhány éve a Lechner Tudás Központban is dolgozom, mint, mint szakértő, és ott elsősorban a magyarországi okosvárosok fejlesztésével foglalkozunk. És ennek a kapcsán Igazából ennek egy szűkebb területéről szeretnék beszélni, de még előtte nem beszéltünk össze a Leventével, de nekem is az egyik első dolog, ami az eszembe jutott a felkérésről, az egy, az egy konferencia volt, amit Pécsre szerveztünk pont Leventével ketten 2010 ben az ottani kulturális főváros időszakra. Ennek a konferenciának a címe az volt, hogy a kulturális város után. Ugye most azon a konferencián ülünk, ami a kulturális város előtt vagy a kulturális város felé címet viseli ami szerintem egy érdekes ilyen 8 éves különbség egymáshoz képest. 2010-ben mi a kulturális város után fogalmat arra célra használtuk, hogy arról beszéljünk, hogy a gazdasági válság kellős közepén, ami akkor Magyarországot egyébként még nem érte el, csak már mindenki beszélt róla, mennyi, mennyi érvényessége, mennyi relevanciája van még azoknak az elképzeléseknek, amelyek a, a kultúrát, a kreatív iparágakat általában, és az ezekre, ezekhez kapcsolódó nagy beruházásokat a városfejlesztés és a városi gazdaság motorjaiként képzelték el, hogy ez egy klasszikus ilyen 90-es évek közepi vízió volt a kreatív városról. És már ezek között a témák között is szerepelt, ugyan még nem egészen konkrétan az, hogy ez a bizonyos digitalizációs forradalom, aminek már akkor is a közepén ültünk, az milyen hatással lesz a városok életére és hát a városi kultúrára általában. Úgyhogy én erről fogok ma beszélni. Igazából egy-három tételre lebontható állításom van, és ehhez kapcsolódóan két kérdésem. Azt gondolom, hogy, az a folyamat, amiben élünk most, a digitalizáció, bárhogy is értelmezzük ezt, és nem fogom megpróbálni ezt most definiálni, ez alapvető hatása van arra, hogy mi történik a városainkban. Mi történik a városaink életében, és mi történik a városaink fejlődésében. Ennek a digitalizációnak az alapját pedig az adatok képezik. Ugye ezt sokat szokták mondani ma, hogy az új olaj, ugye a 21. század olaja az az adat. Ezt én is így gondolom. Amit sokkal kevesebben tesznek hozzá, az a harmadik lépés, hogy ezeknek az adatoknak a nagy része városokban születik. Akár maguk a városok állítják elő a működésük folyamán, a városi közművek, a szolgáltatások, az ott zajló közlekedés ma már majdnem mindenhol olyan digitális rendszerekhez van kötve, ahol adatok gyakorlatilag valós idejű, nagyon nagy mennyiségű adat áll elő. Akár azok, akik a városokban vállalkoznak, vagy ott laknak, vagy oda járnak szórakozni, a saját kommunikációjukon, Eszköz eszközhasználatukon, fogyasztásukon és általános mindennapi tevékenységükön keresztül hatalmas mennyiségű adatot állítanak elő. Nem tudom, hogy hányan posztoltak Facebookra vagy Twitterre a mai reggel óta, mióta itt ülnek a konferencián. Ugye minden, minden alkalom, amikor ilyesmit csinálunk, gyakorlatilag ezekhez a városban létrejövő adat ökoszisztémához járulunk hozzá. A két fontos kérdés a városfejlesztés szempontjából az az, hogy hogyan profitálhatnak a városok ebből a, ebből a folyamatból, az elmúlt éveknek a, a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott vállalatai, gazdasági sikersztoriai azok általában pontosan arról szólnak, hogy ezt a létrejövő adatot egy cég vagy egy vállalat hasznosítja, és ő keres rajta nagyon sok pénzt, és a városok pedig annál kevesebbet keresnek, vagy éppenséggel kifejezett krízishelyzetek alakulnak ki ezeknek a folyamatoknak nyomán a közlekedésben vagy a vendéglátásban. És hát a másik általánosabb kérdés pedig az az, hogy tulajdonképpen milyen hatással is van a városokra hosszú távon ez a folyamat. Az az európai város, amit a középkor óta építünk, legalább fél évezrede, annak a politikai intézményei, a képviseleti logikája, az együttműködő hálózata és az ehhez kapcsolódó terek, vajon átalakulnak-e, és hogyha igen, akkor hogyan ennek a folyamatnak a nyomán? Erre fogok megpróbálni néhány választ találni a, a, a prezentációmban. Ha egy diám lenne, akkor igazából ezt vetítettem volna ki. Ez egy nagyon sokszor szoktam ezt a képet vetíteni, aki hallott beszélni, már lehet, hogy látta. Baloldalt az Uber látható, ami 2009-ben indult, jobb oldalt pedig egy közösségi alapon megszervezett BKV pótló, közösségi közlekedés pótló hálózat látható, ami szintén 2009-ben jött létre Budapesten a BKV sztrájkok -ok idején. Az én kérdésem az az, hogy miért nem lett a jobboldali képből Uber? Miért nem ebből lett egy világverő vállalkozás, amit civilek szerveztek meg maguknak, ugyanezzel a céllal, ugyanezekkel a funkciókkal, és ugyanolyan jól működtetve 2009-ben? És a válaszom az az, hogy azért, mert nem volt körülötte ökoszisztéma. Nem volt körülötte egy olyan város, aki felismerte azt a hozzáadott értéket, ami egy már akkor 2009-ben, tehát majdnem 10 év egy adatvezérelt szolgáltatásnak a létrehozásában rejlett, ahol a város lakói saját energiájukból, a saját eszközeikkel, telefonjaikkal és így tovább megszervezték azt, hogy egymást elvigyék A-ból B-be a városban, ott, ahol a tömegközlekedés nem működött. Egészen pontosan ugyanarról beszélünk, mint ami az Ubernek az üzleti modellje. De nem volt mögötte egy város, aki azt mondta, hogy ezt én szeretném integrálni a közösségi közlekedési hálózatba, nem volt mögötte egy inkubátor, aki azt mondta, hogy ezt én szeretném felkarolni, és teszek bele annyi pénzt hogy akik ezzel foglalkoztak, azok egy évig ebből dolgozva valamilyen üzleti terméket tudjanak formálni, és így tovább. Nem volt körülötte egy olyan szabályozásból, különféle erőforrásokból álló szféra, amelyik ezt, az ötletet el tudta vilni odáig, hogy ez a város működésének a tényleges részévé váljon. Én azt gondolom, hogy amikor adatvezérelt városfejlesztésről beszélünk, vagy a városok fejlődésében az adatok szerepéről, akkor erről a problémáról beszélünk. Hogyan tudunk olyan helyzeteket teremteni, ahol az ötletek, amik sokszor a városból jönnek, már a város de talán még többször az ott élő emberektől, ezekből a város számára hosszantartó hasznot tudjunk létrehozni. Ja, itt van a Bibai Guggenheim Múzeum, a, aki utazott a világban, vagy aki építész, egészen biztos látta ezt az elmúlt években. A 90-es években és egészen a 2018-as, 10-es válságig ez volt. A meghatározó elképzelés arról, hogy a kreatív iparágak, tehát a magas tudással rendelkező iparágaknak a hozzáadott értékét hogy lehet a városokban hasznosítani, nagyértékű ikonikus beruházásokkal olyan épületeket, ugye itt kulturális funkció épületeket kellett létrehozni, amelyek aztán ugye, az idegenforgalmat odavonzva, a cégeket is odavonzottak, és ezzel egy pusztuló iparváros, mint Bilbao esetében meg tudták fordítani a városnak a gazdaságát, és egy tudásintenzív gazdaság irányába tudták elmozdítani. Az Európa kulturális főváros beruházások is javarészt erről szóltak a 2000-es éveknek a végéig, a 2010-es évekig, amikor is az ott sorozatosan bekövetkező kudarcok, mint Pécs és még számos másik városnak a kudarca, egy kicsit a, magát a programot is elmozdították. Ugye ne felejtsük el, hogy 2010 után számos ö, ilyen ikonikus épület, ami sokszor sokkal nagyobb múltú volt, mint a, Gug a Big Guggenheim, ö, bezárt megszűnt, kiürült. Ugye itt van a Tivoli Színház Budapesten, ami egy száz éves működés, 100. Éve, a működésnek a századik évébe zárt be, és vált gyakorlatilag hosszú évekre üressé, mert a városok nem volt pénze arra, hogy üzemeltesse. És ehhez képest ugye, van egy másik példa Rómában, ahol szintén a válságban bezárt több mint 300 éves színházat, a volt színészek és alkalmazottak, illetve a környező lakók vettek a birtokukba, gyakorlatilag beszkvattolták a színházat, és évekig üzemeltették egy közösségi alapon. Itt ez megint csak arról, hogy nem tudott aztán integrálódni a városba, és pont tavaly vagy tavaly előtt zárt be, nem, nem tudta a város megteremteni azt a támogató közeget, ami ezt az alapvetően ugye önerőből működtetett intézményt hosszú távon fenntarthatóvá tudta volna állni, formálni. És még egy, még egy eseményt hadd emeljek ki, hogy ez pedig ugye a Szabi projekt, ami most a velencei Bienál is látható lesz, eh, ahol is nem történt más, mint Budapest egy közösségi közlekedési, illetve egy, egy infrastruktúra felújítási beruházás miatt lezárta a szabadsághidat néhány hétre, vagy két hónapra egész pontosan. Eh, és a városnak semmiféle elképzelése nem volt azzal kapcsolatban, hogy. Ezen a műszaki záron túl bármit is kéne kezdeni ezzel a híddal, ami mégiscsak a város kellős közepén van. És megint csak az történt, hogy, hogy olyan civilek, akik hosszú ideje foglalkoztak azzal, hogy a Dunát és a várost hogy lehetne egymáshoz közelebb hozni, a közösségi médián megszervezték azt, hogy rendezzenek piknikeket és találkozókat a hídon. Ezek a piknikek aztán ugye egy szervezett közösségi mozgalom alakultak, aminek akkora volt a lendülete, hogy a nyár végére a város ugyan morogva is kelletlenül, de elismerte, hogy ez lett a legfontosabb köztere a Budapestnek, és a következő évben, majd remélhetőleg a mostani nyáron is, már pusztán a közösségi funkciók kedvéért néhány hétvégére lezárta és le fogja zárni a hidat. Mi az, ami változott a 90-es évekhez képest? Egy óriási nagy változás az, és ez, a, és ez a változás azért is fontos, mert nem csupán a városoknak áll a rendelkezésére ez az eszköz, hogy sok ilyen intézmény és az intézményeket működtető szervezetek adatokra, nagyon éles és pontos adatokra építik a saját működésüket és a saját programjukat. Megint csak a régióból igyekszem példákat hozni. Ez egy katovicei szervezet, Katowicének az egyébként sikertelen Európa Kulturális Főváros pályázatára jött létre a Media Lab Katowice nevű szervezet, aminek az akkori feladata az a városban elérhető adatok és a város működésének egyfajta adatvizualizációja volt, kiállításokat hoztak létre, és egy olyan anyagot, ami megpróbálta láthatóvá tenni azt, hogy hogyan működik a város. Ugyan nem nyertek a pályázaton, viszont a, a média Lab annyira sikeres volt, hogy azóta is működik, és a város tevékenységét folyamatosan és jelenlíti meg. A legutóbbi elég nagy ö, hatású, kiállításuk az az ö, a Data for Culture címet viselte, vagyis a kultúra adat, vagy adatok a kultúráért címet viselte, és ebben egy olyan hosszú kutatást végeztek egy éven keresztül, ahol a kulturális intézményeket vizsgálták meg katowice még mégpedig digitális adatok segítségével, olyan adatok segítségével, amelyeknek a többségét az intézmények egyáltalán nem használták a napi működésben. Megnézték a Google és az egyéb ilyen közlekedésre használt online platformoknak az adatbázisait, hogy például az egyes intézményeket hány perc alatt lehet elérni közösségi közlekedéssel. Összenézték azzal a több ezer interjúval, amit az intézményekben látogatókkal készítettek, és így összeállt egy dinamikus térkép arról, hogy az egyes intézményekbe kicsoda a város melyik részéből jár, mint közönség, és ezek, az, ezek a közönségek mennyi idő alatt jutnak el oda, és milyen eszközzel. És nyilván kiderült, hogy egészen mások járnak az intézményekben, mint amit az intézmények saját magukról gondoltak, és kiderült az is, hogy lehet, hogy nem ott kéne az intézményeknek kommunikálni a városban, ahol egyébként kiteszik a plakátjukat és nem biztos, hogy pusztán a saját helyszínükön kéne programokat szervezni akkor, amikor a város túlsó végében lakik a közönségük. Ugyanígy megvizsgálta ez a kutatás azt is, hogy, hogy a városban érkezők azok honnan jönnek Lengyelországból és máshonnan, és mennyi pénzt költenek, és még számos egyéb dolgot. Megvizsgálták azt, hogy a Facebookon és egyéb kommunikációs csatornákon az intézmények egészen pontosan mikor és hogyan, milyen interakciókba lépnek a közönségükkel. Tehát olyan eszközöket adtak az intézmények kezébe, amelyeket ma gyakorlatilag egy kis tudással bárki hasznosíthat, akár civil szervezetként vagy városként, és ami gyakorlatilag minden korábbinál részletezettebb és pontosabb képet ad arról, hogy, hogy a működésük az tulajdonképpen gazdaságilag, tartalmilag és máshogyan hogyan alapozható meg, és hogyan fordítható a város nagyobb hasznára. Ugye itt a már említett közösségi költségvetésnek az elemzése is, és, és módszertani elemzése és megjelenítése volt a legutóbbi munkája a Media lemnek. De más példákat is hozhatnék a, a régióból. Most hétvégén járt a Kék által szervezett Budapest 100 hétvégén egy cseh szervezetnek a képviselője, akik, akik, kulturális rendezvények és kulturális intézményeknek a gazdasági hatás elemzésével foglalkoznak. Magyarországon ezt most senki nem csinálja. Ők pedig lefejlesztettek egy nyílt forráskódú oldalt, ahol az egyes fesztivál és intézmények a saját adataikat megadva egy elég pontos gazdasági módszertan alapján gyakorlatilag egy elemzés kapnak arról, hogy a saját működésük milyen gazdasági hatást és milyen hasznot generál a saját körny környékükön és városaikban. Nyilván egy művelődési ház vagy egy színház egészen más pozícióval kezd el tárgyalni egy minisztériummal, vagy egy finanszírozóval, vagy egy várossal akkor, hogyha kvázi gazdasági szereplőként jelenik meg, és nem egy folyamatos támogatásra szoruló, hát ilyen kuncsokból intézményként, aki valamifajta hozzáadott luxust kínál csupán az arra érdemes közönségnek. A, vált, a, a nagyobb keretben nézve ez a változás, ami az elmúlt évtizedekben zajlik, és aminek a, a, a motorja nagyrészt ez a fajta digitalizáció, az az, hogy a városoknak a működése és a városoknak a tervezése egyfajta laboratóriummá vált. Egy olyan, köz, olyan közegi, ahol számos kísérlet zajlik. Iángél előadásában láttuk reggel, hogy Kísérleti jelleggel zárták le New Yorknak a legforgalmasabb terét, ugye a Times Square-t, és aztán fél év alatt kiderült, hogy nagyon is jól működik az az elképzelés, amit szerettek volna, vagy amit azt gondolták, hogy működni fog. De pont Kopenhágából lehetett volna hozni ilyen példát, ahol egy fantasztikus programozással és beruházással megvalósított tér teljes kudarcnak bizonyult az évek során. Viszont mivel óvatosan befektettek, tehát ugye nem, nem rögtön ugrottak bele a beruházásba, azért lehetett a programot idővel módosítani. És a másik nagy változás, ami különösen a kultúra terén látható, az az, hogy ezt akár még évtizedekre is lehet bontani, amikor a 90-es években hogy a 80-as években, főleg az angol száz világban nagyon nagy szokás volt public artról, ugye olyan fajta művészeti praxisról beszélni, amely valamilyen módon a közterekkel, a közterekkel jelenlevő városi közösségekkel foglalkozik. Ez szépen átsúszott egyfajta aktivista mozgalomban, amikor különféle érdekeknek a képviselete különböző agresszivitással jelentkezett a városban. Ugye itt a Critical Mass mozgalomra érdemes gondolni, ennek a különféle országokban megjelenő mutációira. Nem gondolom, hogy közvetlenül a válsághoz kötve, de, de annak a nyomán nagyon erőteljesen látszik egy olyan elmozdulás, ahol ezek a szereplők, akik még 20 évvel ezelőtt művészeti praxisként gondoltak erre a tevékenységre, 10 évvel ezelőtt valamifajta társadalmi aktivizmusként, most egyre inkább vállalkozóként közelítik meg azt, ahogyan a városokban szolgáltatásokat és köztereket és tartalmat lehet fejleszteni. Ez pedig azért nagyszerű, mert aki vállalkozóként tekint egy ilyen dologra, az azt gondolja, hogy hosszú távon szeretné ezt működtetni, tehát nem valami fajta kulturális alapnak a projektpénzéből, vagy nem valami fajta ö, ö, városi támogatásból, hanem olyan módon, hogy aztán az mindenki számára hasznot generáljon és működőképessé váljon. Én is elhoztam a pozsonyi példát, amit már a Levente vetített. Egy kicsit más szempontból fogok róla beszélni, de nem kell elmondanom az előzetes sztorit a bezárt piaccsarnokról. Ami talán érdekes az, hogy ez a beruházás, ugye elmondta a Levente, hogy az épület felújítása megvalósult. Ami érdekes az, az hogy az épület felújítása egy társadalmi impakttal rendelkező projekteket támogató banki hitellel valósult meg, tehát nem valami fajta támogatási programból, hanem, hanem, piaci eszközzel valósult meg. Egy olyan konstrukcióban, ahol az a civil szervezet, az a konzorcium, aki ezt működteti, nem bérleti díjat fizet, hanem investál az épületnek a működtetésébe, és, és ugye ezzel együtt volt annyira sikeres a, a projekt, hogy már az első két éves szerződésen túl további 15 évre aláért velük a város a város kérésére. Uh, és ennek a sztorinak az érdekes folytatása, ami visszavezet minket az adatok világába, az az, hogy a város megkérte ezt a szervezetet, hogy, hogy a a piac előtti térsort, ezt a teret, amit látunk, és a mögötte levő teret, ami körülbelül úgy nézett ki, mint a Blaha Luisa Budapesten, ennek, a, ennek próbáljanak meg kidolgozni egy modellt a, a, sikeres és fenntartható működtetésére. Hogyan lehetne a környéken levő üzleteket, intézményeket, itt a város közepéről beszélünk, és lakókat bevonni abba, hogy ezt a területet sikeresen lehet, lehessen üzemeltetni. Ez a kutatás a múlt héten zárult le, pénteken volt egy nagy prezentációja. Az egyik első lépése még az év folyamán az volt, hogy itt valósult meg Pozson az első elektromos carsharing rendszere, ami egy, egy ottani telkovár alatt, illetve egy, egy autóforgalmazó segítségével indult el. Ez a tér a központja annak, ami egy ilyen elektromos autó megosztás, tehát egyfajta közösségi közlekedésnek egy új, új eszköze, egy közösségi projektből kiindulva. És akit érdekel, és főleg aki beszél szlovákul, az megnézheti ezt a gyönyörű és nagyon alaposan feldolgozott weboldalt, ahol is az egész tér hálózatnak a, a pontos üzemeltetése, felújítása, az ott rövid, közép és hosszú távon megvalósítandó projektek és ezeknek az üzleti modellje ki lett dolgozva. Tehát itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag a városfejlesztés feladatait alapos kutatásra és adatokra és digitális eszközökre építve egy civilekből és üzletekből álló konzorcium el tudja látni egy városnak a közepén, nem tőlünk 800 km vagy 2000 km nyugatra, hanem tőlünk néhány száz km a szomszédországban. A várostervezésben ez néhány markáns elmozdulást jelent, amelyek mögött nagyon könnyű felfedezni azt a folyamatot, ami a digitális iparágakban zajlott le egy néhány évtizeddel korábban. Ugye a nagy fölülről szervezett master plan helyett egyre több helyen látjuk azt, hogy tesztelés és iteráció az a folyamat, amin keresztül például köztérfejlesztések zajlanak, és természetesen nem városi léptékben zajlanak ezek, hanem először helyi léptékben, és aztán felskálázva, hogy a léptéket megnövelve, hogyha látjuk, hogy valami sikeres és működőképes. A részvétel pedig, ugye, ami, a, megint csak ugye a public artra visszagondolva, általában korábban eseti volt, és jellemzően a folyamat vége felé következett be. Ugye ez volt a társadalmasítás néven is ismert folyamat, ami gyakorlatilag a, a folyosón kitett értesítőtől a mondjuk lakossági fórumokig terjedt. Ehhez képest ma sokkal inkább eleve egy közösen zajló tervezési folyamatról, és ami szerintem ennél még fontosabb, egy közös üzemeltetésről szólnak. Hogyan lehet ezeket a szervezeteket tartósan bevonni, ennek megfelelő digitális eszköztárat fejleszteni, és megfelelő üzleti modelleket tenni mögé, hogy ezt a, a város bizonyos szolgáltatásainak és területeinek a működtetése közösségi feladat legyen. Um, Ugye itt hagyományosan olyan funkciókról beszélünk, amelyeket városok, városok láttak el, vagy városi intézmények, vagy fölről szervezett önkormányzatok látnak el, ilyen az adatgyűjtés és kezelés. Ugye ennek is megvannak különösen, aki okosváros területen aktív, az ismeri ezeket a példákat, amikor is ugye IBM és a Rio de Janeiro együttműködésével létrejött egy gyakorlatilag egy ilyen hatalmas adatközpont, ami a közlekedési, időjárási, rendőrség és mindenféle egyéb adatokat valós időben egyesítve egyfajta ilyen operációs központként működteti a városnak a szolgáltatásait ehhez tartozó dashboardok. Másfelől ugye a városok azok, akik megszervezik az intézményeiken keresztül a a, a fajta ismeretépítés, kompetenciafejlesztés, tudás átadást és ennek a megszervezését, de látjuk, hogy a nagy intézmények, a kulturális intézmények mellett egyre többször olyan alulról szerveződő mozgalmak jelennek meg ezen a területen, mint a Makerspace vagy a FabLab mozgalmak, amelyek ugye a hagyományos szerszámok mellett digitális eszközöket és a közösségek használatába adnak, és ennek a segítségével valami fajta kompetenciaépítést tudnak megvalósítani. És a harmadik ilyen nagy terület, ugye az pedig a terek működtetése és azokon a szolgáltatások működtetése. Baloldat egy olyan példát látunk Bostonban, ahol az MIT a gyakorlatilag a, a kidobott szemetet tette követhetővé e, ilyen kis csipekkel, tehát ha valaki kihajtotta a szemetét, az egy, az egy felületen látta, hogy ez a szemét mennyi idő alatt hova jut el, és mi történik vele, ami a város szolgáltatásainak, amik ugye hagyományosan láthatatlanok, nem tudunk róluk semmit, és ott felejtjük el őket, ahol ugye elejtettük a szemetet, vagy elzártuk a csapot. Hirtelen ez a rendszer láthatóvá válik, megnyílik az azt használók előtt, ami átad egy tudást és egyfajta felelősségérzetet azzal kapcsolatban, hogy ugye mi is részesei vagyunk ennek a rendszernek, másrészt pedig lehetőséged ad arra, ha valaki ezt fejleszteni szeretné, akkor ebben részt vegyen. Ennek az egyik fő platformja az ugye a nyílt alatokról beszélve, az adatportáloknak a, a műfaja, amiknek so, nagyon sokféle verziója van. Érdemes ugye a Bécsit megnézni, vagy a Prágait megnézni, amelyek viszonylag közel vannak hozzánk. Vannak erre nagyon jó példák, ahol is a városok a saját működési adataikat szervezett formában osztják meg, Részben azért, hogyha valaki erre kíváncsi, az, az meg tudja nézni, de ami még ennél még fontosabb is, hogy olyan formában osztják meg, hogy ezt alkalmazások is el tudják érni. Magyarul, hogyha valaki fejleszteni szeretne egy applikációt, hogyha a legtriviálisabb dolgot mondjam, vagy valami fajta szolgáltatást, akkor maga a szoftver tud kommunikálni ezzel, az adatbázissal, ahonnan folyamatos valós idei adatokat kap. Tehát a városnak a működése válik elérhetővé az arra épülő szolgáltatások számára. Ugye hagyományosan ahogy mondtam, ezeket a feladatokat önkormányzatok látják el, ezek a szerepkörök is nyilván változnak. Továbbra is, ahol, ahol ugye piaci szereplők működtetnek számos szolgáltatást, ott is az nagyon fontos cél, hogy az önkormányzatok legyenek azok, akik más szereplők bevonásával a célokat és a stratégiákat meghatározzák, és ők legyenek azok, akik egyfajta facilitátor szerepben kezdeményezni tudják ezeknek a fejlesztéseknek az elindulását, és aztán folyamatosan tudják működtetni. Az, hogy pusztán valaki megosztja az adatait, szinte sehol nem vezetett arra az eredményre, hogy egy jól működő, erre épülő gazdaság alakult ki. Ez mindig a város aktív részvételét és, és hozzájárulását igényelte. Nem csak a menedzsment téren, hanem azon a téren is, hogy a város nyitott és kezdeményező legyen mindenfajta külső megkereséssel szemben, hogy ezt szokták egyfajta ilyen az igen kultúrájának nevezni. Ahol egyfajta ugye attitűdöt kellett a városnak kialakítani, a saját működésével kapcsolatban, ugye, hogy Hagyományosan, hagyományosan ugye azt szoktuk mondani, hogy a, az ötletek azok nagyon könnyen megjelennek a város fejlesztésével kapcsolatban, és ez az a terület, ahol meghalnak, amikor is bejutnak arra abba a zónába, amit ugye az önkormányzatoknak a sötét zónájának szokás nevezni, ahol nem tudjuk, hogy ha egy ötlet bemegy az önkormányzatra, akkor mi történik vele, és miért az jön ki a másik oldalon, ami kijön, vagy miért nem jön ki semmi. És igazából a, a, az adatoknak a hozzáférhetősége és az erre épülő fejlesztések azok ezt a sötét zónát nyitják ki, és teszik hozzáférhető. Sietnem kell, úgyhogy itt egy pár dolgot ki fogok hagyni. Ezeknek a, a működésében megint csak kifejezetten közvetlenül a, a, digitális iparágaknak a fejlesztési módszerei érhetők tetten. Érdekes dolog elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet egy AB tesztelés, vagy egy minimum piacképes terméket ugye városi formában, egy köztér formájában, vagy egy intézmény formájában elképzelni. Ezekre számos jó példa található mindenhol több, város kifejezetten szervezett ökoszisztémát épített arra, hogy hogyan tudjon én ötleteket beemelni egy partnerségi hálózatba, azt megtámogatni, és aztán azt akár piacra vinni, akár a városi életébe beépíteni. A régióból talán érdemes kiemelni egy-kettőt, mint a Brunóban létrehozott voucher rendszer, ahol azok a vállalatok, akik a Brunóban működő kreatív iparági szereplők, grafikusok, építészek, dizájnerek és, és így tovább szereplőket alkalmaznak, azok a várostól támogatást kapnak erre a feladatra ezzel is ugye a helyi KKV ökoszisztémának a növekedését támogatva, vagy a prágai alkalmazás, ami a Prága, Prága fakataszterére építve nem csak azt teszi lehetővé, hogy, hogy megtudjuk, hogy milyen fa mellett állunk, hanem a fáknak az örökbefogadását is lehetővé tette, és egy nagyon aktív mozgalom alakult arra ki, hogy, hogy helyi közösségek a környékükön levő fákat gondozásba vegyék. Aki egy fát közösségként gondozásba vesz, az értelemszerűen kisebb esélye fog ráparkolni majd a következő alkalommal ott, vagy bárhol máshol. Tehát ez a tudás és a gondos gondoskodás mellett egyfajta nagyon, nagyon erős szemléletfejlesztő hatásos dolog is. Ugye az Uberrel szembe lehet szállni okosan is, meg úgyis, hogy betiltjuk. Az okos módja ennek az az, hogy a helyi taxitársaságok számára fejlesztünk egy olyan alkalmazást, ami ugyanazt a funkciót biztosítja, mint az Uber. Ez Prágában és Csehországban működik, de Magyarországon is működik a miutcánk.hu, ami gyakorlatilag a szomszédok Facebookját hozta létre, az embereket az egymáshoz való lakótávolság és közelség függvényében köti össze, és így teszi lehetővé, hogy a szomszédságokon különböző kezdeményezések működjenek. tulajdonképpen erről beszéltem idáig. Ugye lehet beszélni számos adatvezérelt projektről, sőt, még okos folyamatokról is lehet beszélni. Egy város akkor lesz igazán okos, és egy kulturális város különösen akkor lesz fenntartható, hogyha ennek az ökoszisztémáját fogjuk tudni megteremteni. Aki szakmabeli, az tudja, hogy a Leckner Központ az ennek egyfajta hivatalos képviselője is. Számos eszközt fejlesztünk, amelyek a településeket, elsősorban önkormányzatokat, de más szereplőket is támogatnak ebben. Ezek az eszközök hozzáférhetőek, hogyha valaki kíváncsi kíváncsira, nagyon szívesen beszélek részletesen is róla. Itt leszek a nap végéig, úgyhogy minden kérdést szeretettel várunk, és az összes információ megtalálható az okosváros.lechnerközpont.hu oldalon. Köszönöm szépen a figyelmet. Az lenne a kérdésem, hogy az energetikai megoldások most már egyre több városnál hallunk ilyet, hogy százezek megújóval szeretnének működni számos ilyen városon Európában és a világon. Ez mennyire jelenik most meg a mindennapokban, mondjuk az Ubernek az energetikai vonatkozása látszanak-e már? Tehát az olyan digitális tartalmak, hogy csökkentenék mondjuk az energiagényt egy városban. Nagyon jó a kérdés, köszönöm. Nem volt időm kitérni rá, úgyhogy most akkor itt van egy kis lehetőség. Abszolút központi szerepet játszanak. Ugye a három nagy terület, ami az úgynevezett okosváros fejlesztéseknek a drivere, az egyik az a közlekedés, a másik az energetika, a harmadik pedig a különféle infokommunikációs technológiák. Most csak annyit mondani kell ezzel a kapcsolatban, hogy nyilván az elektromos járművek és az autonóm járművek képviselik itt azt a víziót, ami remélhetőleg rövid időn belül ezt erőteljesen meg fogja változtatni. Amit érdemes követni, az az, hogy, hogy ugye ahogy azt szokták mondani, hogy follow the money, ebben az esetben itt ugye az energiát érdemes követni. Amsterdamban működik egy olyan program, ami az ott létrejövő a háztetői szoláris napelemekkel létrehozott háztartási energiát, ugye ilyen okos smart grideken keresztül, ugye egy egyrészt ott létrejött egy ilyen peer-to-peer -peer kereskedelmi rendszer, ahol gyakorlatilag szomszédok egymásnak, vagy szereplők egymásnak tudnak energiát szolgáltatni annak a függvényében, hogy kinek van rá igénye. De az ilyen rendszerekben a fő kérdés az a fölös kapacitás szokott lenni, és a város, és most már egyre több város azt a megoldást találta erre, hogy a fölös energiakapacitást az a Autók elemeiben tárolja. Tehát gyakorlatilag elektromos járműveket töltenek a fölös kapacitásokkal, részben háztartási jelleggel, részben közösségi jelleggel, és ennek több verziója van. Van az a verzió, ahol gyakorlatilag egy ilyen Kársáring rendszer töltenek a fölös kapacitásokkal, tulajdonképpen ingyen üzemanyagot szolgáltatva. És van az a verzió, ahol az autóknak az elhasznált akkumulátorait, amelyek már autóközlekedésre nem alkalmasak, de egyébként elég jók, ez általában 70% körüli kapacitásnál szokott lenni. Ezeket összegyűjtik, és az Amsterdami aréna tetején az ott levő elég nagyméretű ilyen napelemparknak a, a rendszerét, az gyakorlatilag használt autóakkumulátorokból állították össze, és erre egy program szinten is működik. Ez most két példa volt, számos másik van, ez, egy abszolút jelenlevő és központi jelentőségű terület. Köszönjük. Itt legelől van egy kérdés. Ott is volt? Ott is volt. Amíg eldől, addig még gyorsan hozzáteszem, hogy az adatok ebben hogy olyan szerepet is játszanak, hogy nem véletlenül mondtam, hogy egy peer to -peer kereskedelmi rendszert hoztak létre, aki a 90-es években egészen véletlenül valaki másnak a számítógépen látott torrent hálózatot működni. Ugye ez az a rendszer, amit gyakorlatilag most egy energiakereskedelemre használnak, ugyanaz a logika, csak, csak ugye most a város működésében. Működik? Működik. Kovács Bendegúz vagyok, a hegyvidéki önkormányzattól, és azt szeretném kérdezni, hogy alapvetően nagyon sok az adat, mint ahogy ezt így hallottuk az előadásban, viszont az adatvédelem témájáról annyira nem esett szó. Tudom, hogy az én telefonom is jelenleg épp követi, hogy, hogy hol vagyok, cserébe azért, hogy reklámokat szolgáltat. Ezt nagyon nem szeretem, de vállalom az ingyenes dolgokért cserébe. Viszont, hogyha ezek a személyes adatok önkormányzatok kezébe kerülnek, nem tudom, hogy mondjuk a magyar államigazgatás fel van-e készülve ennek, ezeknek az adatoknak az elég érzékeny kezelésére, mint hogy Kínában ugye már az arcfelismerő programokkal szűri ki a bűnözőket, vagy, vagy most Walesben is van már hasonló program, ahol ahol 92% ezen... 000 volt a hibaráta. Igen, 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 én... igen, ez még jó. Nem uh, hál' Istennek, hogy nem működik szerintem ez a rendszer, De hogy alapvetően ez lenne a kérdés, hogy hogy az adatok. Hogy ezzel mi is van. Vannak? Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon hosszan tudnék róla beszélni, pedig nem vagyok informatikai szakember, én építész vagyok. Um, alapvető dilemma. Ennek van egy, én azt gondolom, ennek van egy abszurd nem alul becsülendő mondjuk úgy, hogy politológiai vagy politikai elméleti dilemmája, és ez volt az a főleg erre gondoltam, amikor arról beszéltem, hogy mi történik azzal a több száz éves modellel, amit a városoknak a az irányításában fölállítottunk, illetve ugye ehhez tartozik az is, hogy mit gondolunk arról, hogy ki az, aki egy városi polgár. Tehát mi tartozik a polgársághoz, milyen szuverenitás, milyen biztonság, mi az, amit tud rólam az állam vagy a város, mi az, amit én tudok róla, mi az, amit nem tudunk egymásról, hogyan egyezünk erről meg. Ezek a platformek ezt teljesen alapvetően forgatják föl, hogy ez, ez egyrészt egy elkerülhetetlen folyamat, másrészt részben már lezajlott. Tehát én azt gondolom, hogy a települések vagy az állam nagyon sokat tud arról, ami, ami, egyébként, tehát ideig is megvolt nekik. Most azzal nem foglalkozott senki, hogy mondjuk hány kamionnyi papír információt vitte ki a szeméttelepre, anélkül, hogy ezt lezúzták volna. Most ugye ez a GDPR meg egyebek kapcsán hirtelen előtérbe került. Mivel itt nincs idő, nagyon lesz hosszan kifejteni, csak annyit mondanék, hogy én azt gondolom, hogy ez egy központi kérdés. Adatbiztonság, szuverenitás, nemzetbiztonság egyéb szempontokból, ugye megvannak a sztorik az akváriumon keresztül feltert, feltört, feltört kaszinokról és a vízerőművekről és egyebekről. Egész más dolog az, amikor egy szoftvert hekkelünk meg, meg más az, amikor egy, egy városnak az áramellátását hekkeljük meg. Én azt gondolom, hogy sok hír fog erről szólni a következő évtizedekben. Minden ilyen fejlesztésnél elkerülhetetlen azt, hogy ezt, ezt figyelembe vegyük. Egy dolgot tennék csak, vagy egy dolgot mondanék csak ezzel kapcsolatban, az az, hogy én úgy gondolom, hogy a, a paranoia vagy az, hogy mondjuk nagyon biztonságos rendszert fejleszünk, az nem megoldás önmagában. Én itt szerintem azt kell végig gondolni, hogy, hogy az egyes szereplőknek mik az elvárásai és mik a lehetőségei, és mit gondolnak arról, hogy mit hajlandók miért cserébe beáldozni. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb dolog annál, mint hogy hárommal több lakatot tegyünk egy rendszerre, és nem is fog a megoldást nyújtani. Veszprém, Lisszabon, Madrid, Kopenhág, az összes előadásban milliós világvárosok voltak a városfejlesztés hívásainak, megoldásainak, parádéinak a példái. Ez egy 60 ezeres város. Gondoljátok-e, és ha igen, akkor, akkor miért, hogy, hogy azok a példák, amiket a eddigiek be lehetett látni a városfejlesztés ügyeiben, azok egy 60 ezeres városban is átvehetők, illetve nem, meg hogy hol látjátok ennek a korlátait. Köszönöm a kérdést. Nagyon fontosnak tartom, ez az egyik kedvenc témánk egyébként a Lechnerben is. Most kizárólag az adatok és az okos város projektek kapcsán szeretnék erre válaszolni, mert egyébként azt gondolom, hogy túl tág lenne a terület. Um, az látszik, ugye, hogy, hogy a, van egy ilyen alapfeltételezés, hogy, hogy ami folytatja azt, a, azt az állítás amit az előadásom elején tettem, hogy, hogy az adatok formálják át a gazdaságot, az a gazdasági sikernek az alapja, és ezeknek a nagy része városokban keletkezik. Ahhoz, hogy az adatok és az azokra épülő szolgáltatások vagy városfejlesztés fenntarthatóak legyenek, viszont szükség van egyfajta kritikus minimum mennyiségre. Tehát egy minimum mennyiségű, ahogyan egy alkalmazásnak szükség van egy minimális mennyiségű felhasználóra, aki aktív, ugyanígy szüksége van egy ugyanilyen rendszernek egy minimális mennyiségű használóra, akár uh, civilként tekintünk rá, mármint hogy városlakóként, akár felhasználóként. Um, ez nem jelenti azt, hogy ezek a projektek kizárólag mondjuk egy millió lakos felett uh, tudnak relevánsak lenni, sőt, én úgy látom, hogy ma a legfontosabb viták uh, és, és, ilyen gondolkodás ennek a kapcsán nem csak Magyarországon és a régióban, de az egész eu gyakorlatilag a kis települések területén zajlanak. Uh, vannak erre, fajta, erre szervezett direkt programok is, az, hogy milyen sikerről, az egy másik kérdés. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a, a kritikus lépés az egy, hogy mondjam, egyértelmű, vagy hogy mondjam, nyilvánvaló lépés, hogy, hogy, itt is, amit a Levente is mondott az előző kérdésválaszok során, regionális együttműködésekben lehet és érdemes gondolkodni. Tehát akkor, amikor Veszprémről beszélünk, akkor nem csak Veszprémről, hanem az egész Balaton felvidékről érdemes beszélni, vagy a Balaton környékéről, és agglomerációjáról is mindjárt egy egész más léptékkel találjuk magunkat szembe. Akkor, amikor egy kis település vagy a települések közötti hálózatról beszélünk, akkor olyan szolgáltatásokról beszélünk, amelyeknek lehet, hogy a településen önmagában nem is lenne értelmük, viszont egy település hálózatban annál több értelmük van. Például egy ráhordó megosztásos alapú közösségi autonóm közlekedési rendszer, vagy, vagy, valami hasonló dolog most itt hirtelen az első dolog, ami az eszembe jutott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon is ott van a horizonton, a fejlesztők is és a, és a a kutatók területén is. Vannak olyan területek, ahol ezt könnyebb megvalósítani, az energetika például ilyen. Tehát a legjobb példák közül az egyiket én Szlovéniában láttam, egy 30 ezeres kisvárosban, akik, akik egy autonóm energiahálózatot építenek, és nem is 2050-ben, hanem sokkal elő, szerintem 2030 előtt gyakorlatilag meg fogják tudni valósítani. Tehát ez kicsit szektorfüggő is, de, de én úgy gondolom, hogy amire figyelni kell, az a, az a kritikus mennyiség, és ezt nem csak a részvétel facilitálásával, hanem a regionális gondolkodással lehet, lehet elérni. De ennek nyilván vannak további lépései, de, de, mondjuk Veszprém esetében, amit én teljesen egyértelműnek látok, ez a, ez a Balaton felvidék, Balatoni régió, ami egyébként valamilyen szinten már önmagában is úgy működik, mint egy hálózat. Tehát, hogy az ember eljön a Balatonfelvidékre, akkor szerintem ez van Magyarországon legközelebb a klasszikus amerikai szuburbánus életformához, ahol, ahol talján dörökben találkozom valakivel, aztán átautózok 10 kilométert valahol valahova máshova, valahol ebédelek, és aztán még 10 kilométert valahova, ahol megalszom. Én nem mondom azt, hogy ez egy nagyon jó dolog ennek a, ennek a régiónak, viszont, viszont így működik. Az, hogy ezt hogy lehet javítani, és erre hogy lehet szolgáltatásokat fejleszteni, az a fő kérdés. Köszönjük szépen a válaszokat, köszönjük a kérdéseket. Köszönöm, hogy megtapsoljuk még egyszer szemere is amúgy.